Hulda, egy űrszörny szállt le a parton. Nyálkás csápjai vannak, amik úgy világítanak, mint a medúzák. A foga élesebb, mint a vajkenőkés. Hogy mi? Millió feje van és mérges tapadó korongokkal teli csápjai. Nem már, én úgy láttam, mintha... meleküljön! Egy gyerekdarab kerül megrendezésre a Művész Stúdióban. Mi az, amitől igazán különleges lesz a kék bolygó? Amitől igazán különleges lesz, az, hogy nem lesz benne semmi különleges. Tehát igazából én szeretném folytatni azt a metódust, ahogyan korábban a Sárkányölő Krisztiánt is csináltam, hogy egy félig interaktív, közösen összerakott előadást hozunk létre a gyerekekkel, természetesen irányítva, vezetve őket. Az előző darab tapasztalata alapján működik ez az interaktív? Mennyire lehet bevonni a gyerekeket? Nagyon, nagyon, nagyon működik. Nekünk kell észen lenni, hogy mennyire engedjük el a gyeplőt. Tehát, hogy nagyon lehet őket vezetni, nagyon szívesen játszanak közösen, és sokszor kiderül, hogy az ő fantáziájuk sokkal gazdagabb, mint a miénk. Mit lehet tudni a szereposztásról? A szereposztás az egyelőre még titok, mert egy nagyszabású, egy sokszereplős darabot írtam át kameraváltozatra, és ezért mindenki mindent játszik. Tehát ilyen értelemben a szereposztásnak nincsen különlegesebb fontossága. A kék bolygó nagyon sejtelmes cím, miről szól a történet? A kék bolygó nyilván utal a Földre. Ez egy 12-10 évvel ezelőtt bemutatott izlandi gyerekelőadás, az izlandi nemzeti színházban mutatták be. Annyit elárulhatok róla, hogy egy bolygóról szól, ahol csak gyerekek élnek. Nagyon izgalmasan hangzik. Mit vár ettől? Hogyan fogják fogadni ezt a gyerekek? Mert nem egy klasszikus meséről van szó. Azt nem tudom, hogy hogyan fogják fogadni. Azt tudom, hogy a próba folyamat alatt is többször ilyen úgynevezett tesztcsoportokkal fogunk dolgozni, tehát egy-egy részét az előadásnak, egy-egy foglalkozás jellegét, azt kipróbáljuk korábban is velük, hogy az minél jobban a kezünkben legyen. Hamupipőke egy mindenki által szeretett rajzfilm és mese. Mennyire volt nehéz, vagy éppen könnyű ezt feldolgozni? Mivel azok az anyagok, amik szóba jöttek, hogy mi alapján kezdjünk el dolgozni, nagyon tág és nagyon sokszínű volt, ugye rengeteg feldolgozása van ennek a témának, ezért mindenképpen inkább azt mondom, hogy nagyon izgalmas és kalandos útnak a hát nem is tudom, melyik szakaszában vagyunk, ugye magát a próba folyamatot most kezdjük. Tehát egy nagyon kalandos útra léptünk rá, ami igazából úgy kezdődött, hogy az eredeti Rossini operából indultunk ki. Ennek a librettóját újrafordította a színház dramaturgja Sediánszki Nóra és vele társként Perczel Enikő. Legelején úgy volt, hogy akkor ebből indulunk ki, és ezt a szövegkönyvet fogjuk használni, aztán pedig rátaláltam egy romhányi féle szövegkönyvre, ami meg egy két felvonásos nagy mesejáték, és nagyon-nagyon izgalmas volt, és most ott tartunk igazából, hogy ebből a kettőből, ebből a két műből kezdtünk el gyúrni egy sajátot, így valamelyest operai is lesz, valamelyest mesejáték, valamelyest zenés feldolgozása lesz ennek a dolognak. Ebben az egész összeállításban Kardos Tünde volt nekem nagyon nagy segítségemre, akivel közösen összepofoztuk ezt a példányt, amivel ma fognak reggel találkozni a színészek. Ez így már az elmondás alapján is nagyon izgalmasnak hangzik. Milyen arányban kapnak szerepet ebben dalok, illetve táncok, illetve mennyire maga a párbeszéd? Az operai világot mindenképpen megtartanám abból a szempontból, hogy szinte azt tudom mondani, hogy folyamatos zenei aláfestése van a történetnek, hogy ez hol énekbeszéd, hol csak zenére való rábeszélés, hol valóban dal. Ez igazából függ attól is, hogy tudunk neki indulni ennek a történetnek, illetve hogy amit mi elgondoltunk papíron, az valóban jól áll ennek a dolognak, illetve a társulatnak, de én ebben nagyon bízom, hogy valamilyen jó hangulatú, izgalmas, kísérletező próba folyamatnak nézünk elébe. Mindig nagyon fontos, hogy kik lesznek a főszereplői, mit lehet tudni a szereposztásról?
Hamupipőke szerepében Munkácsi Anitát láthatjuk. Mostoha például, ez is egy érdekes történet, Urmai Gábor lesz. Igen, a két mostoha testvér, Széles Zita és Horváth Réka lesznek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas szereposztást kaptam. Tóth Károly lesz például egy folyamatos segítője, Ali Dúró névre hallgat, ő az, aki folyamatosan kíséri az útját Hamupipőkének, és mindenhol megjelenik, és ahol csak tud, segít a szerelmeseknek. Nagyon-nagyon fontos, hogy azt megtaláljuk így közösen ezzel a nagyon erős szereposztással, hogy mi az a pillanat az ember életében, vagy mik azok az okozó, vagy mik azok a tényezők, ami miatt az ember úgy dönt, hogy ő esetleg nem alkalmas valamire. És ez szerintem az egyik legfontosabb küldetése ennek a dolognak, hogy ezt eljuttassuk a gyerekekhez, hogy hiába vannak olyan hangok az életünkben, amik azt mondják, hogy nem, és nekünk nincs esélyünk. Ezt nem feltétlenül kell elhinnünk, és van az a pont, amikor rá kell jönnünk, hogy mindenért igazából egyedül mi vagyunk a felelősek, és hogyha kellő erőt érzünk hozzá, akkor meg tudjuk lépni, bele tudunk lépni abba a bizonyos cipőbe, ami elvisz minket az utunkon. Ugye ez a nagy színpadon lesz ez a darab. Kiknek szól? Inkább gyerekeknek, mint az eredeti Hamupipőke, vagy inkább felnőtteknek? Mindenképpen gyerekkorosztály a célközönség, és szerintem én általában szeretem azért azt mondani, hogy családi történet, tehát hogy azt gondolom, hogy ez a bérleten kívül egyébként akár hogyha lesznek belőle hétvégi előadások, akkor a családoknak is nagyon, nagyon alkalmas. És pont talán az operaisága miatt én azt gondolom, hogy fontos, hogy ilyen dallamvilágokkal, még ha nem is nagyon erőszakosan, de megismertetni ezt a korosztályt.